Mindig ez a legnagyobb dicséret, amit mondhatok neki. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Dave vagyok, ez a fantasztikus élőlény, mellettem pedig nem más, mint Viki. És ez félreérthetetlenül azt jelenti, hogy csütörtök reggel van, úgyhogy nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a Pod of the Morning-ban, ami egy reggeli műsor dolgokkal és izékkel. Szia Dani, szia Slytherin, Slytherin életem értelme, én úgy emlékszem, hogy lemaradtam a csíredről a legutóbbi streamben, úgyhogy engedd meg, hogy felolvassam most. És nagyon szépen köszönöm, természetesen. Kicsit off, de ez a pod kihúzott a két hete tartó tömény High Anxiety-ből, és tök jó, hogy ilyen közösség van itt, akik mellett komfortosan érzem magam, és nagyon jó hallani mindig, ahogy beszélsz arról, hogy mennyit akarsz alkotni, mennyi mindent akarsz alkotni, inspiráló ember vagy. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, és borzasztóan örülök, hogy ez a kis hülyeség, amit csinálunk, ez valakinek segítségnyújtás is. Jaj, de kedves! És hogy ebben ilyen a közösségben... nagyon jó elvacsni. Nagyon, nagyon. Ez az értelme. A kurva anyád. Nem ezek a részei. És azt hiszem, ezt most nem nekünk mondta. De nem vagyok benne biztos. Vikinél nem lehet tudni. Bocsánat, igen, elkezdte inni a vizemet, és rájöttem most, hogy beleívott, most már mindegy. Töltsél magadnak másikat. Ezt fogom tenni. Ez a megoldás. Szóval nagyon, annyira jó így hallani, amikor kiderül, hogy nem teljesen fasság, amit így csinálunk, hanem hogy így vannak emberek, akiknek ez így jól esik, és nem csak berakják, hogy valami háttérzaj szóljon, bár már azt is nagyra értékelem. Szerintem de hogy az amikor a legjobb. Így valaki azt mondja, hogy így jót tesz a lelkének. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy az ilyen beszélgetős dolgokat az emberek általában így kialtabolva hallgatják. És most megkérdezhetném, hogy ki az, aki egyébként csak hallgatja és nem nézi. De általában aki hallgatja, az nem tud válaszolni, úgyhogy soha nem lenne reprezentatív a kutatásunk ezzel kapcsolatban. De hát ilyenkor visszakattinthatnak, nem? Gondolod. Mindkettő. Igen, mindkettő is van, hát életem. Hallgatja. Mire van a két monitor? Igen, mert általában egyébként én nagyon ritkán nézek úgy streamet, hogy itt nézek streamet, max e-sportot, vagy ha valami véletlenül nagyon érdekel, de azt én általában inkább játszom, vagy valami. Na, én általában de... második monitorra rakom ki, amikor dolgozok valamit az elsőn. Aha, igen, és akkor hallgatom. Viktornak az összes streamje például ilyen. Laci, nagyon szépen köszönöm a 6 hónapot, fél év, sárga lett a kockád, jó reggelt emberek, és már Nespite. Ő is ember. Köszönöm. Viktor, egyébként én is így szoktam, de tökre sajnálom, hogy nem nyitom meg többször csak úgy a streamjét, mert hogy nála alig van pontom. Igen? Csatorna pontom, igen, itt most már összejött volna egy segítségre, mondjuk nem tudom, hogy én kiválthatom-e magamnak a segítséget. Szerintem egész nyugodtan, én váltottam ki már. de hogy én most 41 ezer van, és lenne 51 ezer, hogyha a múltkor nem akartam volna Change nagy pofájú lenni a... Pontosan, ezzel. Bele kellett akkor szólni, de ezt meg is értem, hogy bele kellett szólni. Mielőtt elindult a pod, Vikivel a legizgalmasabb témákat a pod előtti 6 percben végigbeszéljük, hogy egyébként a maga a pod az ne legyen különösebben izgalmas vagy tartalmas. És Dávidom, neked is megvan a 6 hónap, nagyon szépen köszönöm. Meg volt már a nagy bejelentés? Milyen nagy bejelentés? Hát azt mondtad, hogy valamikor majd kiderül a nagy projekted. Ó, igen. Én azt hittem, hogy most fog, de jövő hét szerdán fog. Jövő csütörtökön fog egy livestream keretében, amit ide fogunk majd livestreamelni. Úgyhogy maradjon idő a tech témákra. Nem lesz ilyen. Ne aggódjatok. Meg egyébként is lehetséges, hogy túlságosan felhypoltam ahhoz képest, ami lesz. Úgyhogy... Nem. Úgyhogy take it easy. Szia, jó lesz. Szia, Tomi. Jó lesz az egész biztos. Tegnap főpróbáltunk,
és hát szerintem kibaszott vicces volt. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon élem ezt az egészet, főleg azokat az embereket, akikkel egyébként együtt fogjuk ezt csinálni. Nagyon-nagyon mókás. Lesz ma kvíz. Azt nem tudom még eldönteni, gyerekek, hogy megcsináljuk-e a kvízt most, így a pod után rögtön, vagy megcsináljuk a kvízt este, vagy megcsináljuk esetleg szombaton, amikor többen érnek rá. Nekem valójában teljesen mindegy. Aki esetleg lemaradt volna, a Sony adott nekem egy egészségedre. Vagy köhögtél, akkor mindegy. Igen, akkor is, köszönöm. Na, mindegy. A Sony adott nekem egy ilyen kis ajándékcsomagot, amiben van egy póló, egy bögre, meg egy sapka, azt hiszem, mindegy. Majd berakom a képet. És arra gondoltam, hogy csinálhatnánk a Válaszok és dévedések trial run-t, hogy kipróbáljuk magát a rendszert, és emellé én még veszek egy Last of Us 2-t. És valaki ezt az egészet úgy, ahogy van, meg fogja majd nyerni. És ehhez összeraktam egy quiz, tegnap hajnali 1:30-kor már végeztem is vele. Pedig nem olyan különösebben bonyolult egyébként, de a rendszer az még nem áll feltétlenül készen, és arra viszont kurva élet, hogy nem lesz időm, hogy ezt most teljes egészében rendben rakom visual ügyben. Mert az a helyzet, hogy a mai nap az Last of Us, tehát hogy 1 óra 30 perckor fogjuk fellőni a streamet Viktorral. Beszélgetünk egy kicsit, és 2 órakor rányomok a Play gombra. Ez az, ami történni fog. A Last of Us lesz, ma mától lehet streamelni. Ma délután. Bazzik, mikor? 2-től? Jó, akkor legalább tudom nézni egy pár órát, mert 6-ra jönnek Júcsiék podcastet felvenni. Igen, tudom, miatt nem tudjátok itt felvenni, igen, mert... Köszi. Ne mondd el a feleségednek, de én egy kicsit örülök. Tudom, hogy én neki felhívja a lábam, jó, hogy el kell ide jönni. És azt is tudom, hogy neki rossz, de mondtam... De a vendégnek is jó. A vendégnek is jó, én meg erre 7 éve várok, és arra gondoltam, hogy... Now, it's a good time to be selfish. Okay. És nem akarta volna Júlcsi veled együtt? De akarta volna, és az jó lett volna, de annyira el vagyunk havazva mind a ketten a dolgainkkal, hogy ez nehéz. De én természetesen, ahogy végigjátszottuk, neki fogunk ülni még egyszer, és akkor majd Júlcsi. Júlcsi végig tolja. Jó. 7 éve akkor majd nézem egy Last kicsit, of Us, mert 2013, nagyon kíváncsi vagyok. Júni 10, valami ilyesmi. Nagyon jó lesz. Ja igen, szóval azt akartam mondani, hogy semmiképp se este legyen a kvíz, mert hogy akkor nem tudom nézni. De lehet most egyből pod után, és akkor még én is megnézem, bár... Mi az? Ja, nem hallottad, Júlcsi, köszönt. Nem. Ja, nem? Szia, Júlcsi! Szóval bár, ma már, mától már lehet dél előtt is boltba menni. Mától lehet dél előtt boltba menni? Mostantól lehet... Okay. Oké, őszinte leszek. Boomer removerezni? Őszinte leszek, nem... Azt mondja, Viki, nem olvastam utána. Na pont ezt akarom mondani, hogy médiafogyasztási szokásaim nem követendőek, mert hogy az Index értesítést olvastam el. Ami kb. Ennyi volt, de aztán a cikket lekattintottam, de túl hosszú volt, úgyhogy nem olvastam el, szóval lehet, hogy csak bedöltem egy főcímnek. Ez. Ezt nem. Ezt nem csináljuk. De Dávid eddig is mehetett, nem? Ez még sose lőtte el senki. Igen. Ebben a legijesztőbb a veszőhiba. Vagy a legsértőbb. Welcome to 2020. Fú, bazzeg, ez a 2020. Fú, volt egy nagyon jó mém, amikor a késő ilyen 40-50 év múlva történészeket kérdeznek, vagy ilyen történész egyetemistákat kérdeznek, hogy 2020 melyik időszakából doktoráltak. Hát igen, lenne miből, vagyis lesz miből. Lesz. Tehát, hogy ennek az évnek még messze nincsen vége. Tudod, mi lehetett volna még nagyobb káosz? Ha idén lenne az amerikai elnökválasztás.
próbáld meg. Az még rárakni erre az egészre. Fú. Azt mondja, most végignézel Amerikán, képzeld el az ISIS-t, aki otthon ül, bazd meg, és azt mondja, na ide nem lesz dolgunk, bazd meg, ezek elintézik. Igen. Ja, az a helyzet, hogy én ma ilyen önző fiú vagyok, tehát, hogy nekem a Last of Us, és valójában kész. Egy dolgot kell még megoldanom, hogy vegyek egy audio splittert valahol. És nem tudom, hogy hol fogok venni egy audio splittert, mert nem találom az enyémet. De, és az mire jó? Az audio splitter arra jó, hogy a HDMI-n a tévébe távozó hang, azt én le tudom venni. Kétfelé. Ennyire jó. Igen, az jó. Nagyon durva. Na, mert ugye, hogyha... Mi van a torkainkkal? Nem tudom, én szerintem reggel van, öregek vagyunk, még nehéz felébredni talán, nem tudom. Az lehet, mert hogy én ma 9-kor keltem fel, teljesen őszinte leszek. Én ma egy kicsit elaludtam. Én ilyen 8 fel akartam felkelni, hogy így előkészítsem még a quizt, meg egyáltalán kitaláljam bazd meg, hogy fogy a picsába, fog ez ma menni. De aztán egy kicsit elaludtam én is. Zsolt, nagyon szépen köszönöm az 500-at Pride emote-ra! Nagyon nézném a Last of Fast, itt, de holnap játszhatom én is, úgyhogy majd jövő héten találkozunk. Zsolt, így kell, tehát tényleg senki ne nézze a Last of Us streamet, akinek egy fikarcnyi lehetősége is van arra, hogy játszani tud majd ezzel a játékkal a közeljövőben. Senki ne nézze, akinek erre van lehetősége. Én le fogom streamelni, azért mert I'm desperate for your attention, de ez nem azt jelenti, hogy nektek ezt kötelezően nézni kell. Visszanézhető lesz majd YouTube-on, értelemszerűen, de ha tényleg egy kis esélyetek is van arra, hogy a barátnőtök öccsének a haverjától befenyítitek az iskola udvaron, és elveszitek a PS4-ét, és végig tudjátok játszani, akkor inkább legyen az. Inkább legyen az. Nancsi, nagyon szépen köszönöm a 2 hónapot. Közben egyébként Tomi kiváltott egy kávészünetet. Annyira szükségem volt már erre, hogy kicsit feldobjátok a napomat. Hát Nancsi, nagyon örülök. Ezért vagyunk itt igazából, hogy... Na, először is azért, hogy begyűjtsem a figyelmet, hogy tudjak dolgozni a mai nap folyamán, és embernek érezzem magam újra. A másik pedig, hogy nektek jó legyen. Ha nektek nem jó, akkor teljesen feleslegesen csinálunk bármit. És csak mondom, hogy Nancsi, Captain Marvel képregény olvasó. Captain Marvel? A 27. legjobb szuperhős a kedvence? Anyád. Nem mondtam, hogy a kedvence, csak azt mondtam, hogy ő veszi a fáradtságot, hogy elolvassa, hogy milyen is valójában, mik azok a dolgok, amik nem voltak benne a filmben, amik annyira zseniálissá teszik a karaktert. Például, hogy az a kurva macska, az nem Goose, ami oké, persze ez is fán, meg ha-ha-ha, de valójában Chewie, mint Chewbacca. Igen? Igen, mert hogy egy ilyen nagy, barna, kurva, szőrös macska. Jó, ezt adom. Ugye? Ezt adom. A kedvencem is csak Miki miatt kezdtem el nézni az FVG-t! Jó, hát... Ő az egyike annak a 3 nézőnek, aki tőlem jött át ide. És nagyon-nagyon hálás vagyok. Nem, én megmondom őszintén, hogy én kikapcsoltam a Captain Marvel, tehát hogy én nem tudtam azt végignézni. Nem tudom, miért engem ez a színésznő, ez kifejezetten idegesít, és a karakterből nem jött át semmi olyan, ami egy kicsit is, tehát hogy ilyen remotely szimpatikussá tette volna. Nem tudom, hogy mindenkinek tetszem. Szerintem ezt sokan elfelejtik, hogy nekem például ilyen volt legelőször Thor is. Tehát az első filmben Thornak nincsen személyisége. Szerintem
Thor először a saját filmekben, Thor először a Taika Waititi is harmadik részben lett, igen, lett igen. Jó, de komolyan. Igen. Tehát az első két Thor film az ilyen oké. Okay. Igen, igen, szóval mondjuk a második az kurva szar volt. Fú, a második az értékelhetetlen volt. Az első az csak rossz. Aha. De nem annyira, tehát hogy értetted, úgy rossz, ahogy egy Fast and Furious rossz lehet. Tehát hogy vagy mint egy hideg pizza. Tehát hogy így megnézed, mert hogy soha nem lehetnek ezek a Marvel filmek annyira rosszak, hogy ne tudnád másfél-két órára kikapcsolni az agyadat teljesen. De hogy majdnem, hogy értékelhetetlenül rossz volt az. És ezzel nincsen semmi baj, mert Thor ettől függetlenül egy tök jó karakter, amikor én nem tudtak írni egy faszább sztori. Viszont a harmadik, ahol Taika Waititi, bármit elém rak, én megeszem. Ez, és nem tudnék jobban örülni, hogy Star Wars filmet kapott. Az lehet, nagyon, leszek. Én is. Nagyon-nagyon rég nem volt bármilyen elvárásom Star Wars filmmel kapcsolatban. Talán a 2000-es évek eleje óta. És most viszont van, gyerekek. Ennek geci jónak kell lennie. És hands down, jobb lesz, mint a legtöbb. Ezt megígérhetem már most. Láttad Taika Waititinek a Insta videóját? Melyiket? Hát azt, ami elmondja, hogy hogyan legyél rasszista. Azt nem láttam. Nem láttad? Nem. Kivasztottul zseniális. Jó, megnézem. Elmondja, hogy mit tehetsz azért, hogy rasszistább legyél. Kurva jó. Megnézem. Bence, nagyon szépen köszönöm az $1. Nagyon-nagyon szuper vagy. Igen, lehet menni a boltba 65 éves kora alatt, és 9 és 12 között, ma hallottam boltostól. Nagyon jó. Na jó, menjünk. Dorinám életem, nagyon szépen köszönöm az 5 hónapot. Yay! Nagyon rég láttalak Discordon, Dorinám. Nagyon rég. És ez nem lebasszás, mert tudom, hogy mit csinálsz helyette, és az biztos jobb. How to be a racist. Nagyon jó. Valaki most kirakott egy izét. Nem tudom, nagyon szeretem a magyar Twittert, mert én nem követem a flame-es részét egyáltalán, de van egy-kettő ember, akit nagyon szívesen követek, mert ők nagyon-nagyon viccesek, és az egyik srác kirakott egy ilyen Tinder képet egy lányról, akinek egy heteroszexuális vagyok, és keresztény, hogy hívják ezt? PIN. Hogy hívják? Kitűző van rajta, pestisrácok.hu. És én azt hiszem, hogy a rasszista vagyok és buta, az még nagyobb betűtípusról is kifért volna egyébként. Ja. Na, megbeszéljük a Snowpiercert! Megbeszéljük a Snowpiercert, erről beszéltünk. Van egy sorozat, ami így a semmiből érkezett, tehát én soha az életben nem olvastam róla semmit, és a Netflix-el általában így vagyok, mert hogy a Netflix-et így valahogy nem követi az itthoni média, úgyhogy a Netflix-ről én úgy értesülök az új dolgokról, hogy ott van. Beledobja az arcodba egy 16:9-es fullscreen plakáttal, hogy szerintem Dávcika, ezt nézed meg, mert szerintem nem szar. És 10-ből 8-szor nem kattintok rá, de a Snowpiercerrel kapcsolatban volt előéletem. Te nem olvastam a könyvet, viszont láttam a... Van könyv? A közepesen rossz filmet. Van könyv. Ennyi. Vikit elvesztettük. Szóval a közepesen rossz film alapján indultam el, és gondoltam, hogy valószínűleg ez nem volt akkora istentelenül nagy siker. Úgyhogy a sorozat sem lehet annyira jó. És az első rész még olyan volt, hogy ilyen... I see what you did there. Jó. Hát ilyen... Whatever. És aztán a három rész volt akkor kint, és megnéztem mind a hármat, mert én azt hittem, hogy ki lesz az összes. Mondom, ezt végig bingelem, mint egy... Én is azt hittem! És csak a negyedik résznél meg dobta... Aha. És a negyedik résznél meg így dobta ki a izét, a következőt. You might like this. A kurva anyádat.
Nincs olyan, hogy hozzászoktatsz ahhoz, hogy kiraksz valamit egyben, és végig bingelhetem, és aztán majd mi lesz a következő? A Stranger Things-et havonta egy epizóddal rakod ki? Mert akkor bazd meg felgyújtom. Akkor majd felgyújtom, az egész biztos. Úgy hozzá vagyok szoktatva ehhez a kényelemhez, hogy itt sorozat, és akkor, tehát ezek már nem sorozatok, hanem 10 plusz órás filmek, amiket így végig tudok nézni egy ültőhelyemben. És Vikinek lelkendeztem most itt a pod előtt, hogy ez a Snowpiercer, ez bazd meg, várom, mint a messiást a hétfőt mindig, hogy jöjjön és hadd nézzem, de nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Mert Vikinek is elmondtam, hogy se a színészek nem különösebben jók, se a történet nem különösebben jó, se a beszélgetések, se a karakterek, tehát hogy semmi kiemelkedő nincsen benne. Úgyhogy én félek attól, hogy ez igazából nekünk ilyen guilty pleasure, és egyébként nem jó. Csak nem látjuk. Nem, én azt gondolom, hogy a jelen helyzetben annyira tökéletes, tehát hogy nyilván az, hogy globális felmelegedéssel kapcsolatos disztópia. Ez egy, ami nagyon-nagyon ül most, illetve szerintem a bezártság miatt hirtelen most annyira átélhetőbb lett, vagy könnyebb kapcsolódni érzelmileg ehhez, hogy emberek egy vonaton élik az életüket. Mert ugye, hogy erről szól, hogy van egy vonat, ami járkál körbe-körbe a föld körül, és nem áll meg soha, mert egyébként kint mínusz 190 fok az átlag hőmérséklet, mert az emberek megpróbálták megoldani a globális felmelegedést, aztán jól elbaszarintottak valamit, és ezért mínusz 190 fokos a földnek a felszíni légköre, és a lényeg, hogy ez a vonat megy, és ott élnek az utolsó emberek ezen a vonaton. És szóval kicsit ez a bezártság is nagyon-nagyon benne van szerintem, meg annyira tökéletes benne ez a társadalmi rétegződés. Tehát, hogy egészen konkrétan az, hogy a gazdagok, akiknek semmit nem kell csinálniuk, ők az első osztályon utaznak. Ők az első osztály, és akkor utána van a másodosztály, ami még szintén kurva, és akkor a harmadosztály, akik a dolgozók, és akkor van a téli, akik a farokban élnek, és szopják a faszt. Akiknek nem volt jegye, hanem ugye, amikor volt ezzel indul a sorozat, hogy kitör a szopó, és vannak emberek, akiknek nincsen jegye, de fel akarnak jutni a vonatra, úgyhogy felküzdik magukat, és ők pedig az utolsó egy-két vagonban utazgatnak, 1001 vagonból áll igazából az egész vonat, és erről szól a sorozat. Tehát, hogy van benne tényleg egy ilyen társadalomkritika rész, de hogy ilyen nagyon on the nose, úgyhogy nem annyira erős, de valami miatt azt érzem, hogy a sorozat egyetlen szexepilje, hogy olyan ügyesen tartja fenn a lelkesedést, vagy a feszültséget, bocsánat, hogy folyamatosan lelkesedem. És egyébként... Szerintem nagyon... Igen? Nagyon szép fokozatosan adagolja azokat a dolgokat, amik miatt újra és újra így meghökkenünk, és tovább akarjuk nézni, amikor így újra és újra kiderül egy részlet a vonatról, a vonat életéről, a működéséről, vagy éppen, hogy a társadalmi problémáikat egy olyan szemszögből világítja meg, ami így bővíti az eddigi látóterünket, szóval szerintem nagyon szépen, nagyon egyenletesen adagolja így az új dolgokat, igen, és emiatt tudja fenntartani az érdeklődést. Lehet, hogy ez az. Lehet, hogy tényleg ez az. Én nagyon-nagyon-nagyon élvezem. Tényleg nem tudom őszintén ajánlani senkinek, mert lehetséges, hogy csak én élvezem ennyire, mert hogy kurvára betalált éppen abba a hangulatomba, és hogy elkapott a gépszíj, és tudjátok, vannak ilyen sorozatok, amiknél semmi különleges nincsen, de így elkap a gépszíj, és nézni kell. És egy csomó ilyen van az életemben, de hogy ez a berendelték most a második évadot, azért jutott eszembe. Ma volt a Netflixnek az instáján, láttam, hogy berendelték a második évadot. Zsoce, nagyon szépen köszönöm a 4 hónapot, nagyon szuper vagy, imádlak. És a pod után lesz a quiz, és a következő, még volt egy kérdés, a Snowpiercer nevű sorozatról beszéltünk.
20 részes lesz! 20 részes? Egyben? Ja nem, a két évad lesz 20 részes. Tehát 10 részes az első évad. Jó, de... Bazd meg! Mi van? Néhát rámentem az epizód listára, és megláttam, hogy mi a 10. epizódnak a címe. Nem. A kurva életbe. Így nagyjából tudom, hogy... nagyjából gondolom, van elképzelésem, hogy hova fog kifutni a sztori. Viszont én a... Tudod, hogy kit akarunk, hogy meghalljon nagyon. Mert nagyon-nagyon idegesítő. Ja, igen, nyilván. Na, remélem, hogy őt nem fogják sokáig húzni, mert tényleg túl idegesítő ahhoz, hogy sokáig ott maradjon. Igen. Na, de senkit nem akarunk igazából. Nem akarjuk elrontani az élményt. Ha van kedvetek és időtök, 5 epizód van kint, az egy jó délután, nagyon jól el lehet vele odázni nagyjából bármilyen tevékenységet, amit nincs kedvetek csinálni. Azt nem mondom, hogy belefér a Last of Us-ig, mert 4 óra van a Last of Us-ig, de az a címe, hogy Snowpiercer, és egy Netflixes. Belépsz, kidobja az arcodba most, az egész biztos. Igen. Imádom egyébként, amikor felmegyek Netflixre, és valami sorozat, amit nézek, tudod, ez a folytasd az adott sorozatot, sávocska, és ott megjelenik egy ilyen piros-fehér sáv a sorozat, a poszter alján, és így, mert ugye az a new epizód. Ó, köszönöm a kávészünetet. A Bulldogs, szerencsére elspoiloltad a végét, az epizódnak a címét, de szerencsére ez nem spoiler, mert ezt mind a kétféleképpen lehet értelmezni. Ugyanakkor... Nem az a címe. Nem az a cím. Nem. Ennél sokkal spoileresebb a cím. Igen. Nagyon. Jó, nem akarom látni. Ne. El kell mennem fogat mosni, Dávci. Menjél fogat mosni, életem. Én nem megyek kávét főzni, addig se tudod legalább hijackelni a streamet. Jó, várj, felfordítom a kamerát, mert Halloween-ben vagyok, és lehet, hogy kint van a seggem. Végre lehetett volna valami igazán jó cucc a potban, de ez is elmúlt. Zigok, nagyon szépen köszönöm, hogy Szombra Invnek ajándékoztál egy szabot. Ez a második subgifted, nagyon-nagyon szuper vagy, és nagyon szépen köszönöm. Idegesítő szerelmi szál? Nincs jelenleg idegesítő szerelmi szál, van benne szerelmi szál, de az is inkább ilyen összezártságból kényszer. De hogy nem idegesítő. Nem idegesítő. Legalábbis engem nem idegesít. Engem nem idegesít, de érted, tehát, hogy engem általában... Hát nem tudom. Én nagyon szeretem a Princess Bride-ot. Ez sokat elmond az én szerelmi szál tűrőképességemről. Végre nem kellett volna hunyorítani, Tevényó, de hát ez egy ilyen... Elmegyek kávét főzni, és aztán ti is megnézhetitek az én seggemet cserébe. Mit szóltok? Ez rendben van? Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy Kikirinek ajándékoztál egy szabot. Mindenki megérdemli a loffot. Adjál neki 3 epizódot. 3-at. Az első alapján ne döntsél, mert az első az hands down fos.
csirke! Jó csirke! Csirke! Jó csirke! Last of Us, baby! Zsolt! Nagyon szépen köszönöm. És elindult a vonat! Egy pillanatra nem figyelek oda, és elindul a vonat. Siván Bogi, nagyon szépen köszönöm a Dragonusnak adott ajándékszábadat. Nagyon-nagyon-nagyon szuper vagy. És elindult a vonat! Az chemtrain. Gyerekek, nem tudom, Pokli, nagyon szépen köszönöm a csírt. Nem tudom, hogy én vagyok-e egyébként ez a furcsa fiú, de vagy a szakmában töltött végtelen mennyiségű év miatt, de kibaszott rég nem vártam igazán videójátékot. Nagyon rég nem vártam úgy Isten igazából videójátékot, és a Last of Us az, amit úgy igazán vártam, amire így, tudod, így folyamatosan így az agyam szegletében volt, és így arra gondoltam, hogy hát ez már mindjárt jön, hát ezzel mindjárt lehet játszani, hát és ez valószínűleg zseniális lesz. Fanti, nagyon szépen köszönöm a csírt. Benci, téged meg sajnálom, hogy nem fogod tudni nézni a tolút. De lehetséges, hogy hazajesz. A Last of Us 2 tetoválás hova kerül? Szerintem ez így rendben van. Ez így rendben van. Nem tudom, hogy mi volt az utolsó, amit így nagyon-nagyon vártam. Azt tudom, hogy mi volt az, amit nagyon vártam, és iszonyatosan csalódtam. A Dragon Age Origins után a Dragon Age 2 volt az, amit így. És aztán hatalmas csalódás volt nekem az a játék, sajnos. De majdnem biztos vagyok benne. Hívjuk 85%-nak, hogy számomra nem lesz csalódás a Last of Us 2. Mennyi? Oh, Bencikém, nagyon sajnálom. Hát olyan 85%. Hogy nem lesz csalódás? Nem kaptam preskitet. Nem tudom, hogy van-e preskit, de nem kaptam preskitet. Nagyon jó preskitjei vannak. A Last of Us 1-hez van preskitem, meg az Uncharted-hoz. Ó, ahhoz már nincs. B-t se kapott. De nincs preskit elméletileg. Hogy lehet? Hát ez... Elmúltak tehát hogy főleg most ugye a fizikai dolgok, mint olyan, az általánosságban nem működik, és nem tudom, tényleg nem tudom igazából. Én ugye nagyon rég nem teszteltem. Ez nem igaz. A Borderlands 3-at azt teszteltem most a GameStar-ba. Ez volt az utolsó GameStar tesztem, úgyhogy azt, ha akarjátok, akkor azt úgy olvassátok, hogy az volt az utolsó, mert hogy én oda nem írok semmit többet. De nekem kell valami platform, ahol kiírhatom magamból. Nekem hiányzik az írás, gyerekek, nagyon hiányzik az írás. És valahol biztos, hogy fognak még megjelenni cikkeim, mert írni nagyon szeretek. Írni nagyon szeretek. Csirke! Tudok ajánlani egy oldalt, de ők nem fizetnek. Kuci, nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, mit szoktak ide írni, de legyen szép napja mindenkinek. Kuci, ezt szokták ide írni, úgyhogy tökéletesen. Nagyon vágod. Süti szörnyű a reggelt neked is. FVG vlog. Nem akarnék vlogot indítani, mert a blogolással nekem az a bajom, hogy azt folyamatosan csinálni kell, és folyamatosan meg nem fogom.
Nem fogom csinálni, az egész biztos. Benci, köszönöm szépen, hogy a mi urunknak és megváltónknak, Jézus Krisztusnak ajándékoztál egy szabot, és végre, igazából szerintem Jézusnak nem sok minden hiányzik azon kívül, hogy használhassa az emótjainkat. Tehát, hogy ez a feltámadás, ez már azért eléggé rendben van. Azzal már lehet dolgokat csinálni. Nagyon sok pride-os emótunk lett, gyerekek! Nagyon jó! Végtelen pride-os emót. Ezek most nem azok, amiket... Nem. Fú, nagyon zuhog itt az eső nálam. Nekem amúgy 2 pride-os emótom van. Itt még nem esik. Itt még nem esik, szerencsére. Ó, bazd meg! Ennyi, elmúlt a seggaggódás. Kint van a teregetnivalom. Segedre figyelj! Mindegy. Ennyit a Halloweenről. Hát gyerekek, én megpróbáltam, de hát ez így van. Életkéim. Szóval nekem ez a Last of Us dolog, ez kicsit sokat jelent. Kicsit túl sokat. És az bazd meg, hogy Viktornak pont úgy jön ki a lépés, hogy át tud jönni, és együtt tudjuk játszani, az bazd meg. Így keretbe zárja az elmúlt 7 évet. Keretbe zárja. Mert a mi barátságunk Viktorral az úgy indult, hogy ő elkezdett a GameStar-nál dolgozni, és az első ilyen közös felvételünk az, én úgy emlékszem, hogy a Last of Us volt. Nem vagyok benne teljesen biztos, de úgy emlékszem, hogy a Last of Us volt. Pest hatker szakad, nálunk még nem. Bidi, nagyon szépen köszönöm a 11 hónapot, lassan 1 év! Az már van 11 hónapos, vagy 12 hónapos badge. 11, igen, 12 hónapos badge-ünk van. Annyi ideje megvan most már a csatorna? A csatorna az több mint 2 éves, tehát hogy van olyan, aki 27 hónapja. Szabon. Azt a rohadt! De Bidinek first badge-e van, de a first badge mellé nem jön oda? Az 1 éves? Ő átállíthatja. Ja, te igen, te tudod átállítani. Igen. Igen, igen. Szóval egyébként sajnálom, hogy ennyire ilyen hektikusak nekem mindig a Pod of the Morning-ok, hogy minden történik. Hogy mindig fogat kell mosnom, hogy eláznak a ruháim, hogy ide szorik a macska, hogy szóval mindig történik valami. De hát ez a lényeg, tehát hogy a miattad lesz izgalmas egyébként, csak egy kiöregedett liberális próbálja meg átadni a gondolatait reggelente az embereknek. Úgyhogy egy kis mocskaszar szerintem különösen fel tudja ezt dobni. Aj, de én szeretem a gondolataidat. Érdekesek szoktak lenni az nagy többségben. Nagy többségben, kivéve a Captain Marvel-es, a macskás, az Animal Crossing-os, azok nem annyira érdekesek. Hát nézd, kinek mi? Kinek mi? Ahogy annyira értem az Animal Crossing mániádat. Mert? Hát, hogyha nem idegesítene halálra az, ahogy ez a játék kinéz, meg ahogy kommunikálnak benne a dolgok, akkor a legcsillesebb dolog az egész földön. Az. Jaj, tegnap. Fú, nagyon durva napom volt tegnap. Egyrészt 3-szor streameltem. Másrészt nem volt semmi időm, de tegnap volt az egyik lakomnak a szülinapja. Úgyhogy este hullafáradtam, még be kellett lépnem a játékba, hogy meglátogassam a szülinapján, és adjak neki ajándékot. Életem. Ennyire csilles ez a játék. FOMO azért van benne rendesen. Nekem én egész másba járok csillelni. Nekem a mostami chill az Ori, a Hearthstone és a Torchlight 3. Azt láttam, hogy most mindenki elkezdte streamelni, de én azt nem is tudom, hogy micsoda. Az egy ilyen funny RPG, de én nagyon szerettem a Torchlight 1-2-t, és a mit tudom én milyen show-n, az a PC Gaming Show volt, azt hiszem, mert végignéztünk mindent, de a PC Gaming Show-n bejelentették, hogy hopp, mostantól early access, ja, mondom, jó, és letöltöttem, és megvettem azonnal, úgyhogy én nagyon szeretem.
Stardew Valley végigjátszás, az nekem kimaradt, gyerekek, a Stardew Valley. Tényleg, tényleg, és az jutott eszembe, hogy miért nem játszol a Zeldával? Miért nem játszom a Zeldával? Nem, mert elfelejtetted, hogy van. Nem felejtettem el, hogy van, csak az Zelda egy ilyen időtemető, tehát hogy abba 200 óra simán bele tud pattanni, és 200 óra nem, azt mondom, hogy a Link's Awakening, amit költöttem. Ja, nem felejtettem el, túl sok játék van. Abba nem raksz bele 200 órát, nem is tudom, hogy azt a játékot mennyi idő alatt játszottam ki, de hogy az is ilyen nagyon cuki chilles. Az is az. Igen, szóval, hogyha megnyitod a másik 5 chilles játékodat, akkor van egy 6. Igen. És én egyre inkább ilyen chilles csávó vagyok. Imádom az ilyeneket. Meg ahogy romlik a reakcióidőm, úgy akarok egyre kevésbé gyors játékokkal játszani. Most... Mi? Dave készül június 23. Mi június 23? Mi van június 23-án? Lord, készüljek. Mire? Mi van akkor? Nem tudom. Várjál. Minecraft update! Jaj, Istenem! Jó, jövő hét. Hát igen, Baldur's Gate, gyerekek. A Baldur's Gate lesz az, amiben nevetséges mennyiségű időt fogunk belerakni. Nagy valószínűséggel. Azt szerintem elkerülhetetlen, mert az nagyon-nagyon jónak tűnik. De ma nincsen más, sőt, ezen a héten nincsen más, csak Last of Us. Annak is örülni kell, hogyha Pod of the Morningot megcsináljuk. Szerintem a holnapi Pod of the Morning például Last of Us of the Morning lesz. Morning lesz. Kibeszélitek a mai tapasztalataitokat Viktorral? Nem lesz Viktor, Viktornak dolga van, úgyhogy a holnap lehet, hogy egyébként is elmaradna. Meg délután meg nincsen izém. Délután meg most nem D&D hét van, ugye? Nem. Nem, mert múlt héten volt D&D hét. Úgyhogy igazából az egész péntek szabad. A szabad alatt pedig azt értem, hogy geci sok dolgom lenne, de mindegyiket leszarom egytől egyre. Nekem is most nagyon sok dolgom van a héten. Egyrészt, hogy meg kell vágnom a vasárnapra a podcastet, amit ma veszünk fel. De egyrészt kijött a Pokémon DLC. Úgyhogy a streamel nem is kell, mert az nagyon cuki, meg DLC. Nagyon lejöttem a Pokémonról, úgyhogy vissza kell ülnöm rá. De ami úristen, nagyon rácsúsztam a Two Point Hospitalre. Az meg... Tegnap előtt hajnali 1-ig játszottam vele. Egy gyökér kórházmenedzselős játékkal. Hajnali 1-ig. Én mondtam, hogy nem tudom, hogy neked mondtam-e, vagy a Viktorékkal közös chatbe írtam, hogy te veszélyesen közel vagy a Viktorra váláshoz. Veszélyesen közel. Mert nagyon nyitott vagy az ilyen menedzser játékokra, ja, chilles pakolgatós. Jaj, jó, hát neki most rossz lesz, de for the greater good. Hát figyelj, én anno pályafutásom kezdetén a Sims mellett, amit legtöbbet videóztam játék, az a Plants vs. Zombies volt. Az szintén ez a pakolgatjuk is. Most ezt a növényt megeszik, de nem baj, mert akkor a helyére rakhatok egy jobbat. Úristen. Victoria túra. Na. Azért nem. Higgyétek el, you heard it here first. Ez az átalakulás első 3 lépcsőjén már átléptünk igazából. Sort of nem. A vörös, ha is stimmel igazából, úgyhogy... Úgyhogy higgyétek el, hogy ebből az lesz, hogy Viki egy év múlva véres szájjal adja el Tarkovban a kulcsokat. És... Nem. Én nem is értem, mi az a Tarkov. Ott amúgy meg lövöldözni kell azokat a játékokat, nem szeretem, ahol lőni kell. A 23 másodpercet lősz, és aztán igen? 47 percet válogatod a dolgokat, hogy mit adsz el, mennyiért, hol, kinek, és aztán, hogy milyen fegyvert viszel, nem tudom. Tehát, hogy nem. A
10% fun, 90% management. Tehát, hogy az igazából egy menedzser játék, csak néha lőni kell benne, és Viktor élvezi. Nagyon. Most rá kell mennem, mert valaki írta a Minecraftot. Volt Minecraft szerintem. Az biztos, hogy a tesómmal közösen csináltunk róla videót, vagy valami, vagy streameltük, vagy nem tudom. Viszont, ami volt a 100. videó a gameplay csatornámon, az egy Minecraft Adventure map volt, amit valaki készített nekem, és Sunset kellett kiszabadítani. Oh. Ez 6 évvel ezelőtt volt, bazd meg. Málnespite Tarkov screamet, álszakál Viktor cosplayben. Szabi megfejtette az internetet. Szép. Jaj, nem tudom. 2013-ban volt. Jézusom, volt intróm! Igazi intród? Igazi intrója volt a csatornámnak. Hey. A videók elején. What the fuck is that? Minecraftot a népnek lesz Minecraft. Befejezzük a házat. Most hétfőn kellett volna, de én hétfőn egész nap díszletet építettem. Úgyhogy az sajnos nem jött össze, de ha végzünk a Last of Us-szal a héten, amire lássuk be, van reális esély, akkor hétfőn folytatjuk a Minecraftos kalandot, meg... Miért gondolod, hogy addigra végig tudod játszani a Last of Us-t? Nagyon valószínű. Nem hiszem. 30 óra. Tegnap beszéltem Viktorral, hogy meddig ér ma rá, azt mondta, nem terveztem semmit. Úgyhogy szerintem rendben leszünk. Ja, akkor 30 órás stream. Nem. Tehát, hogy úgy fogunk majd játszani, hogy én egy másodpercig sem akarok tovább játszani, mint ameddig élvezni tudom a játékot. Tehát, hogy amint már így elsiklok az apró finomságok fölött, mert fáradt vagyok, azonnal le fogom lőni. Mert ez nem ér annyit, hogy... Nem ér annyit a stream meg a content, hogy kimaradjak az élményből. Gyerekek, ez olyan, mint egy gurmé vacsora, tehát hogy ezt itt nem kell legúrítani, bazd meg egy kólával, meg... Én nagyon-nagyon szeretem, hogy Bétet láttam pár órát, ahogy így játszott vele, és tudod, azok ilyen tök alap dolgok, hogy így minden utolsó cetlit elolvasol, hogy mi van rajta, de... hogy volt egy hely, ahol volt egy macska bútor, és ahogy én, tudod, így megláttam a kijelzőn, és így mondtam neki, hogy az ott egy macska bútor, menjél vissza, nézzük meg! És akkor így körbejártuk az épületet, és így mutatott, hogy így a szokásos stílusában mondta, hogy igen, mert ez egy állatszépség szalon volt, látod, itt van a hajkefe is, tessék, és így ment tovább, mondom, He's got no respect. Semmi bazd meg. Hogyha át lehetne skinezni pókemberre elit, akkor élvezné igazán ezt a játékot. Semmi. Vagy érted, Last of Us Lego. Ha lesz Last annyira, of Us. Annyira durva az az ember egyébként, tehát, hogy viszont évente 5-ször, amikor érzelmet fejez ki, azt viszont... Azért, mert nem olyan, mint én, akiből így folyamatosan így... Úgyhogy így egy idő után így nem vagy rá. És, de amikor baitből előtör az úgynevezett human, akkor az különleges. Az. Tudjátok, az a fajta ember, aki, hogyha egyszer azt mondta, hogy szeretlek, akkor... közli, hogy majd szólok, ha nem, jó? Igen, tehát, hogy ez így egy... Hogy ő nem mondogatja, majd szól, hogyha nem. Igen, ez egy... Tehát, hogy nála nem ilyen gomb van, amin van egy timer, hanem ez egy on-off switch. Tehát, hogy lenyomja, és néha így ellenőrzött, hogy zöld-e még, és ennyi, de hogy nem nyomkodja naponta. Mi Júlcsival minden nap? Mit minden nap? Minden nap mondjuk, hogy szeretlek. Because de ti ilyen kis kik vagytok. Én is szoktam neki mondani, csak ő nem mondja. We are weird. Mm.
Jaj. És akkor most meg kell csinálnom a Last of Us quizt ezután rögtön? Igen. Igen. Jó, akkor viszont azt hamarosan el kell kezdeni, gyerekek, különben... Várjál. Össze kell raknod díszlet, meg minden lesz? Ja, nem, semmi ilyesmi nincsen, az ég egy adta világon, semmi ilyesmi nincsen. Azt gondolkozom, hogy átállni viszont a másikból nem fog tudni, mert most szét kell szednem a technikát és átvinni a nappaliba, mert nyilván nem akarunk itt ülni z mennyiségű órát. Hanem át kell vinnem a setupot a nappaliba, és onnan fogunk majd streamelni. Ó, kényelmesen. Ó, Lili, láttam a képet, effektív, zseniális, vagyok, ezt megmutatom nektek is. Milyen kép? Már neked bedobom külön, mert te nem látod a streamben. Vonyítottam rajta. Jaj, Inkvi azt írta, hogy ha kényelmesebb neked, akkor legyen szombaton a kvíz. De kedves, de ez nem így működik. De ez pont így működik. Várjál, berakom a te kamera képedre, és akkor... Kösz. Ez mennyire zseniális! Mennyire zseniális! Imádom! Várj! Mindjárt átküldöm neked. Nem. Oh! Kibaszott jó. Zseniális a cucc. Ez kurva jó! Úristen! Úristen! Can't touch this! Yeah! Zseniális! Can't touch this! Hibátlan. Kurva jó! Ja, hát Gábor egy zseni. Gábor egy igazi zseni. Igen. Igen. És ezt senki nem veheti el tőle. Úgy szeretem őket. Igen. Nekem is ez a problémám egyébként, hogy lehet, hogy holnap reggel kéne kvízezni. Mert ugye ma még meg sem tudom venni a Last of Us-t. Mert? Hát mert ma még nem lehet megvenni. Mert ugye... Ja. Én azt hiszem, hogy nem tudsz kódot venni egyébként PSN-en, úgyhogy mindenképp fizikait kell. Komolyan? Aha. Én azt hiszem, hogy nem tudsz effektív kódot venni. Azt majd megnézem, hogy tudsz-e ajándékkódot venni, mert hogyha valakinek van izéje, csak mit tudom én, hogyha játszik valaki olyan, és kisorsolunk valaki olyat, akinek mondjuk nincsen PSN-je. Aha. Az kapja már meg fizikailag a játékot. Aha. És akkor megveszem neki, és az ő címét adom meg, hogy oda szállítsák házhoz. Jaja, az amúgy egy jó megoldás. Hallod, annyira szánalom, hogy Switchen e-shopban nincs olyan, hogy ajándékozol valakinek játékot. A Switch e-shop az a legnevetségesebb cucc az egész világon. Az. De hallod, nekem van egy wishlistem, és nem lehet olyat, hogy Bét megvesz nekem játékot onnan. Küldj át a pénzt PayPal-odra. Múltkor donétált a streamembe, csak ezért csinált PayPal-t. De hogy szerintem ez tök szar, mert én is szívesen nézegem. Ja, és szerintem nem is publikus másoknak a wishlistje. Mert például tök szívesen nézegetném az öcsémét, vagy ugye nekem most elképesztően sok Nintendo friendem van az Animal Crossing miatt, ugye játjárkálunk egymáshoz, és tök szívesen látnám, hogyha valaki tesóm, Ritus, vagy bárki nézőm, így nézni a wishlistjét, és hogyha valami olyan van, akkor én tök szívesen így ajándékoznék embereknek, de hogy nem tudom megvenni másnak. Igen, ezt teljesen értem. A Dávid viszont bemondja a tök igazságot, hogy hétköznap reggel megszavazni, hogy hétköznap reggel legyen-e, az nem feltétlenül reprezentatív. Úgyhogy nyilván azt szeretném, hogy minél több embernek legyen esélye megnyerni, úgyhogy mit szóltok ahhoz, hogyha mondjuk pénteken délután csináljuk? Tehát, hogy pénteken... Igen, egyébként jogos valahol, hogyha most megkérdezed, hogy most jó-e, akkor aki most itt van, az azt fogja mondani, hogy most jó. Hogy holnap is jó, igen. Legyen a péntek délután, és akkor a péntek délután meg úgy tudjuk összerakni, hogy egészségedre. Köszönöm. A
Mit szóltok a 4 órához? Mennyi ideig tart ez a kvíz? Fél óra. Akkor jó a 4 óra, és akkor utána rédejétek engem. És akkor reggeltől játszunk délutánig, délután kvízezünk. Igen, jó a holnap délután. Aha, legyen 5. Legyen 5. Egyébként csak annyit kell beírnotok majd a chatbe, hogy A, B vagy C. Tehát, hogy fogtok tudni játszani. Ki lesz írva a kérdés, úgyhogy némán is lehet majd játszani. Az egészen biztos, hogy olyat nem fogunk találni, ami mindenkinek fasza. Olyat szeretnék, ami a legtöbb embernek fasza. A péntek délután az egyébként sokkal jobbnak tűnik, mint bármelyik reggel, mert hogy itt a reggelben általában azért kicsit meg vagyunk lőve, tehát hogyha valaki nézi is a streamet a munkahelyén, akkor is valószínűleg csak hallgatja, és nem fog tudni fél órát folyamatosan koncentrálni. Uh-huh. Úgyhogy azt mondjuk, hogy holnap péntek délután 5, és akkor én úgy meg tudom rendelni a játékot, hogy az valószínűleg szombatra ott is van. Pillanat is ellenőrzés. Az jó, mert akkor én 5x streamelek, utána átrédelek, és akkor én is tudom nézni a quiz. Pillanat, hogy... The Last of Us 2 vásár... 2 vásárlás... Inkvi! Minden válasz A lesz, mert Last of Us. Szerintem megérdemel egy timeoutot, nem? Abszolút. Ugye? Na, itt van. Ez a... Nem, olyan helyről nem vásárolunk, amiről még soha az életben nem hallottam. Honnan szoktál? Amúgy. E-shopból, igen. Én csak hivatalosból. Tehát, hogy PS játékot PSN-ről. Jaj, ne! Dávid robot lett. Jaj. Nem, most jó. Szóval nem akarod mondani, hogy honnan szoktál vásárolni? De PSN-ről. A PS játékot, PC játékot, ja. Steamről, vagy Epic Store-ból, vagy GOG-ról. Tehát én mindent a Source-ból. Én nem szeretem a viszontelenet. Ja, és dobozos, akkor nincs neked én semmi. Én nem vásárolok dobozosan semmit. Most nagyon gondolkozom a gyűjtőin, de nem lesz gyűjtői valószínűleg. Én a Nintendo játékokat, azokat, amit lehet, azt fizikaiba veszek meg. Mert egyrészt nincsen SD kártya a Switch-embe, másrészt azért a Switch kárdok. Aha. Érted? Azért az... Igen, a Switch-nél én is érzem, hogy annyira jó az a kis fizikai cucc hozzá. És annyira zseniális, hogy kitalálták, hogy oké. De adjunk valamit, tudod, ezeknek a nosztalgikus öregeknek, hogy berakod a game cardot, és így belepattintod a game cardot, szóval szerintem az kurva jól kitaláltak. Ráadásul hát nyilván, mikor megjelent a Switch, akkor nagyon nagyot ment szerintem. A második okos szexi videó volt a Switch játéknyalogatás. Kurva jó. Kurva jó. Aha, olyan anyaggal van bekenve, ami a világ legkeserűbb igen, anyaga. Igen. Baszd, láttam is azt a videót. Zseni. A Switch kárdok nekem se, tehát hogy nem azért szimpatikus, mert csak egy kis kárd, hanem azért szimpatikus, mert van egy geci jó tokom, amiben rengeteg üres hely van. És aztán igazából feladtam, és már mindent az e-shopból veszek. Nekem ez a... Annyi minden van,
És azért nyilván az alapjátékok azok nincsenek leakciózva, de bármint az alap Nintendo játékok nincsenek leakciózva, de minden más, meg ilyen nagyon durva akciókat lehet elcsípni, és azokat én nagyon élem. Spidey, nagyon szépen köszönöm a 3 hónapot! Nekem a Pokémonból van Steelbook, Steelbookom is. És tényleg az, hogy itt van egy csodálatos, jó a többi nem műanyag, de hogy itt van egy doboz, és kinyitod, és akkor így... annyira vicces, imádom, bassz meg! És így, hogy... És nem tudom, valahogy, hogy így kézbe veheted ezt a kis basszást, és így... Valahogy nekem ez annyira Nintendo élmény, hogy a kártyát belerakod a konzolba. Nagyon, nagyon szeretem, nagyon. De nyilván bazd meg, mi más konzolokon meg CD van, nem? Hát ki a faszon vesz CD-t? A CD az, amit én már nem értek. Azt, annak viszont kurvára örültem, hogy a PS5-ből van egy Only Digital verzió, és van egy lemezolvasós verzió. Zseni! Nagyon jó. Zseni! És annyira jó, hogy a... Nem mintha lenne majd PS-em, de... Most már szeretnék PS-t. De hogy amelyik nem CD-s, az annyira szép szimmetrikus. Igen. A CD-s viszont nem. Elfektető mind a kettő nagyon csúnya. Nem tudom, nekem amikor fizikailag vettem még játékokat, az ilyen pre-Steam időszak volt, és a legtöbb dobozos játékom az vagy gyűjtői, mert hogy én akartam belőle gyűjtőit, vagy a pre-Steam időszak, vagy még hogy nem volt annyira, nem volt bankkártyám, érted, 20 évvel ezelőtt, és minden más meg digitális. Tehát én nem érzem... Nekem az utolsó CD játékaim az a Sims 4 és a második Tomb Raider. Múltkor is beszéltünk róla. Aj, nem a Shadow, hanem a... Rise. Igen, ez a kettő utolsó CD-s játékom. Nekem az utolsó CD-s játékom, vagy Blu-ray-es, vagy lemezes játékom az Uncharted 4, amit Julcsitól kaptam. És nyilván annak, ha ajándékba kapsz valamit, akkor azt ritkán mondja azt Julcsi, hogy feltöri a PSN-emet, és megveszi rá. Úgyhogy tőle kaptam az utolsó lemezes játékomat. Most már egyébként, ugye régebben, még a PS3, Xbox 360 érában, ugye úgy működött a review, hogy kaptál egy review lemezt. És a review lemez az nem futott normál PS4-en, hanem, vagy PS3-on, bocsánat, hanem egy úgynevezett ilyen dev kitje volt valójában mindenkinek, és ezek ilyen több millió forintba kerülő konzolok voltak. Wow. És ezen tudtad igazából lejátszani azt a lemezt, és semmi, sehol máshol. Aztán utána áttértek igazából a Not For Resale verziós lemezekre, amiket már simán bármilyen PS3-on vagy Xbox 360-on tudtad játszani. És azok voltak igazán jók. Azok voltak igazán faszák. És most meg már csak kód. Tehát, hogy én nem tudom, hogy mikor kaptam utoljára Physical Edition-t bármiből. Azt mondod, hogy neked nem tetszik a PS5? Ki? Nekem? Igen. Nekem tetszik. Nekem semmi. Ja jó, azt értettem, mintha azt mondtad volna, hogy nem. Fektetve szar. Fektetve nagyon csúnya. Igen, fektetve csúnya, de állítva szerintem nagyon-nagyon szép. Én alapvetően megmondom, hogy lesz szarom. Jó, még egy kicsit várom, hogy lesz egy fekete kiadás, de nekem ez a fehér-fekete is bejön. Engem nem zavar egyáltalán. Hogyha pure azt nézzük, hogy néz ki, akkor nekem a minimalist design miatt az Xbox One jobban tetszik külsőre. Tehát, hogy én nem szeretem az ilyen nagyon futurisztikus kinézetű dolgokat. Van. Egy kibaszott doboz. Nem az Xbox One, hanem az Xbox Series X valami, nem tudom, most tudom, yeah. Tehát, hogy az tényleg egy kibaszott doboz, de hogy én ezt a... Ezt a minimalist dolgot én nagyon szeretem. Uh-huh. Kifejezetten. Sziazon! Mert
érted, tehát itt minden fekete, a gépem is fekete, a monitorjaim is fekete, igen. A két PS is fekete, a switch tartó is fekete, a hangkártya, a külső hangkártya is fekete, és így rárakom is doboz. Tehát, hogy, de hogy megmondom őszintén, hogy ez engem nem érdekel. Tőlem akár egy 40 centis fekete gumiököl is lehetne a konzol, hogyha geci jó játékok vannak rajta, mert end of the day az meg, ez az egyetlen dolog, ami számít, hogy legyenek kibaszott jó játékok. Mert a többi az, hogy hogyan néz ki, érted, bazzek, tehát, hogy a PlayStation 3 kontrollere az a legnagyobb szenvedés volt az egész világon. Az egész világon. Hát az a legszarabb kontroller volt a nem is tudom, az E64 óta. Nem is tudom, hogy hogy nézett ki. Fú, borzalmas volt. Ugyanúgy nézett ki, mint a mostani, csak 3 forintos műanyagból volt. Ja. És direkt úgy volt összerakva, bazd meg, hogy ne tud kényelmesen fogni. De mégis ott volt a PS3, és megvettem, és 100, meg 1000 órákat volt a kezemben az a undorító kontroller, bazd meg, mert Uncharted, meg mert Jak and Dexter, mert faszom, érted? Tehát... Tudod mire? Én már nem emlékszem egyébként, hogy milyen volt vezetékes kontrollerrel játszani. Én elég jól emlékszem. Az mennyire szánalmas idők voltak! Én a PS2-n játszottam úgy utoljára, azt hiszem. De hogy... Én nem tudom elképzelni azt meg. Patrik, nagyon szépen köszönöm a 6 hónapot! Mekkora? 6 hónap! Gyerekek, úgy látszik, hogy fél éve streamerünk. Wow. Úgy látszik, hogy hamarosan fél éve lesz a streamnek. Majd leellenőrzöm, és csinálunk valamit a fél éves évfordulóra, fél évfordulóra valami szubatonszerű hülyeséget, mit szóltok. Benci! Nagyon szépen köszönöm, hogy Polisznak ajándékoztál. A 160. subgifteret, te állat. Úristen, bazd meg. A Subaton az ilyen, tehát, hogy van egy, mit tudom én, hosszabb 10 órás stream, és minden donation, meg faszom, meg subér 5 perc plusz. Ja, igen. Majd okay. Csinálunk valami olyat, amivel így megünnepeljük egy ilyen hosszabb dologgal. Na, mit akartam mondani? Ja igen, hogy 360 controller best ever, és ezt így alá tudom írni. Nekem a go-to PC-s kontrollerem az egy Wired 360 controller volt, amit nagyon szerettem. Ó, fúj, de gyűlöltem azt a kontrollert. Komolyan? Szerintem a legjobb kontroller volt a földön. Imádtam. Komolyan. Nem is tudom, hogy miért, talán a gombok annyira nagyok voltak, vagy nem, valahogy nekem a kis kezeimhez egyszerűen nem volt ergonomikus. Nekem tökéletesen kézre állt, és nagyon szerettem. Viszont, hogyha megnézed most a PS5-nek a kontrollerét, az valójában egy DualShock 4, ami ilyen, egy rákos DualShock 4, akinek a Make a Wish Foundation megígérte, hogy Xbox One kontroller lehet. És... nem sikerült teljesen, de hogy nagyon közel van hozzám. Úgyhogy I'm in love already, tehát az biztos, hogy nagyon jó lesz. Alig várom, hogy a kezembe fogjon. Mikor jön ki, karácsonykor? Nem tudni egyébként. Én azt mondtam, hogy november 27. És december... Mi volt a másik, gyerekek? Volt prediction-öm, várjál. Lemegyek... október, november 27 és december 4. Ezt mondtam, hogy november 27 és december 4 között fog érkezni. Aj, annyira szomorú egyébként, hogy most már akarok PS-t is, mert hogy mióta elkezdtem streamelni, én egyébként 5 hónapja streamelek. 5 hónapja streamelsz? 5 hónapja streamelek. 1 hónappal kezdted csak később? Én is januárban kezdtem egyébként. Igen? Aha. Január végén valamikor. Nagyon közel kezdtük egymáshoz. Nyilván én nem annyit streamelek, meg nem úgy, mint te, de én is streamelek. És... Miért tűnt kevesebb? És hogy annyival többet játszom azóta, és annyira nagyon-nagyon élvezem.
És így megnőtt az éhségem amúgy a játékok iránt. Én is pont így érzek, hogy, hogy de ez, ez nálam egyébként annak a jele, hogy jól vagyok. Tehát nekem a videójáték, meg ez, a, ez az egész médium, ez egy ilyen a higher purpose dolog igazából. Tehát, hogy én nem játszom, ha rosszul vagyok. Nem játszom, ha, nincs, ha nem vagyok jó hangulatban, mert számomra a videójáték az mindig olyan volt, hogy csak tiszta lábbal lehet belépni ebbe a szentélybe. És még csak meg sem akarom kockáztatni azt, hogy, hogy valami, valami rosszal azonosítom. Aha, aha. Érted, hogy mit akarok mondani? Igen, 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 abszolút mert, hogy értem. Sorozatoknál van olyan, amik zseniális sorozatok. Imádom, szeretem őket. Viszont egy olyan időszakra emlékeztetnek, ahol ilyen menekülő sorozat volt. És nem tudom úgy nézni, hogy ne helyezkednék vissza ugyanabba a, az állapotba. A, ajánlunk-e jó Xbox, Xbox One játékokat? Én nem tudok neked Xbox One játékot ajánlani, ami jó. Multiplatform játékot tudok ajánlani, ami, ami jó. A, meg azt tudom javasolni, hogy vegyél geci olcsón egy Game Pass-t, és ott van 100 játék, amivel, amivel tudsz játszani. Én, amit most tudnék ajánlani, és köthető az Xbox One-hoz, az a Sea of Thieves. Ami, hogyha van egy csapat barátod, akkor a legnagyobb fan a földön. Egyébként, és ezt nem én mondom, hanem csak hallottam, hogy a Forzák azok, azok kifejezetten jól sikerülnek, hogyha van kedved bármilyen autós játékkal játszani. Nem tudom, hány éves vagy, a Gears of War az nem sikerült szarul, de nem is lett különösebben jó. És most kutatok a fejemben Xbox exkluzív játékok után. És nem nagyon sok sikerrel. Közben úgy megnéztem, és január 15-én kezdtem streamelni. Te akkor effektív előbb kezdtél el streamelni, mint én szerintem. Olyan? Aha, mert én szerintem január végén. Az a durva, hogy Last of Us 2 embargo délután 2. Volt, és 5 hónap alatt, ha jól emlékszem, egyetlen egyszer volt, hogy nem volt heti 2 stream, csak egy. Igen? Uh-huh. Azért az nagyon rendszeres. Az nagyon rendszeres. Tehát amit heti 2-szer csinálsz, képzeld el, hogyha edzenénk heti 2-szer. Olyan bomba testem lenne, de oh, mintha most nem lenne az. Ezt akartam pont mondani, hogy nekem ez a dead bod dolog, ez az, ami egy kicsit most már zavar annyira, hogy elmenjek, alig várom, hogy, hogy kinyisson az uszoda, és tudjak menni normálisan. Mitől vannak állítólag amúgy az uszodák? Igen? Igen. Amúgy, hogy megnéztem, mert itt kinyitott nálunk a fürdő, de hogy nem minden része. És pont az a része, amit én akartam, az még nem volt meg. Uh-huh. Meg ugye az úszoda, tehát hogy az úszoda, ahol úszni lehet, a 33-as medence, az kültéri. És hogy esik az eső, az meg 3 hete, ezért mindig van jó kifogásom, hogy ne. Pedig fú, én voltam úgy úszni jó pár éve, amikor csöpögött az eső és kinti medencébe, isteni jó élmény. Isten jó. Júlcsival elmentünk tavaly évvégén, ilyen november környékén, ugye lefedik télire az egyik medencét, aha, a másikat meg felfűtik ilyen 20-valamennyi fokra. És, vagy 30-valamennyi fokra, nem is tudom. És hideg van, tehát ilyen mínuszok vannak, és van egy 10 méter, ameddig ki kell menned addig a medencéig, és aztán bemész, és nem látsz egy centire tőled se senkit az égvilágon, mert száll fel a gőz, mint egy állat. Na, az kibaszott jó volt. Írta egyébként közben valaki, hogy a Ring Fit Adventure-t kéne és streamelni. Szóval én a Ring Fit Adventure-t azt amúgy tök szívesen csinálnám, én de is. Egyrészt nagyon, nagyon drága, másrészt drága? Hónap, hát nem ilyen 20 000 forint.
Mármint a játék plusz a másik, hogy nem lehet kapni. A játék plusz a kontroller? Igen. 26 ezer. De amúgy nem nagyon lehet kapni, legalábbis én hónapok óta azt hallgatom emberektől, hogy nem tudják megvenni, mert nincs. Viszont a másik, hogy nagyon szívesen játszanék vele, soha nem streamelném. Tehát én odáig nem fogok elmenni, hogy Ring Fit Adventure-t, vagy Just Dance-t, vagy ilyet streameljek. Tehát, hogy nekem ez az a szint, amit nem fogok átlépni soha. Én is valahogy úgy vagyok, hogy nem a... Tehát, hogy ez tipikusan az, hogy a buta ember ne okoskodjon, a nem különösebben fit ember az meg... Én nem azért, szerintem tökre inspiráló, amikor nem fit embert látsz mozogni, de hogy nyilván, mivel nő vagyok, ezért alapvetően bármit is csinálnék az interneten, ahol az egész testem látszik, az valamilyen módon túl lenne szexualizálva. Valószínűleg vagy nem igen. Is túl, hanem egyáltalán szexualizálva lenne. Úgyhogy én ezt nem. Nem is akartam, nem tudom, hogy most streamben mondjam-e, de nem akartam mondani a feleségednek, hogy az egyik, megnéztem az egyik videóját, valami esti rutinosat, és ahogy kijött az, nagyon szép az a videó, nagyon jól megvan csinálva, és ahogy kijött az zuhanyzóból, és ugye a lábát vette, tök jó, tök szép volt a körme kifestve, meg minden, meg jó, tök jól nézett ki az a sát, de az első dolog, ami eszembe jutott, amikor megláttam a lábát, hogy biztos van ember, aki erre kiveri. A láb az egy olyan dolog, bazd meg az interneten, hogy ez nem igaz. De hát mindenre van, aki nem. Tehát, hogy ez ilyen... Ez igen, igen. De hát, hogy ez igen, ilyen elkerülhetetlen dolog. De valószínűleg én a lábbal kapcsolatban kaptam olyan sok üzenetet, hogy így nem mutatom meg a lábam az interneten. Komolyan? Ennyire? Aha. Én legalább öt olyan üzenetet kaptam, ami egészen konkrétan a küldje fotót a lábadról. Volt olyan a vedd fel videóra, ahogy rálépsz a kamerára, és hogy még fizet is érte. Konkrétan. Öt olyan üzenetet legalább kaptam, ami ennyire. Ez már aztán jó, hát arról nem is beszéljünk, hogy mások is voltak, akik véletlenül olyan fotókon, ahol látszott a lábam, írták, hogy... Na mindegy. Nincs semmi bajom a lábfétissel egyébként, de hogy ez az egyetlen olyan dolog, amire olyan visszajelzést kaptam, hogy akkor ezt mostantól inkább nem mutatom meg az interneten. Annyira nőnek lenni az interneten, az egy annyira más élmény, mint férfinek. Igen. Főleg, hogyha így kirakod magad. Akkor mármint nem úgy, hogy a cicidet, hanem úgy általában kirakod magad az internetre. Akkor, tehát, hogy én értelemszerűen nem kapok ilyen üzeneteket. Soha. Pedig, gyerekek. Ja, hát az megszámlálhatatlan, ha megbasználak. Én nem kapok ilyeneket. Engem nem basználnak meg. De nagyon szép férfiú vagy. Én is azt gondolom, de a nő kultúráltabbak, mint a férfiak, ezek szerint. Azt gondolom egyébként, hogy... Amúgy tökre nem vagyok prűd az interneten, meg ilyesmi, meg hogy nekem tökre ül a poén, meg minden, meg én is. Tehát, hogy a harapós melltől elkezdve a nem tudom, simán képzeled, de kiverem valakinek az interneten, érted? De hogy viccből. De nem tudom, van az a szint, amit így nem tudok átlépni. És hiába, hogyha olyan stream, hogy nem tudom, kivágott pólóba, vörös rúzsba, mit tudom én, akkor is ettől függetlenül nem, szóval nem hazudtalan meg magam. Nem nagyon van olyan streamem, amiben a szarás nem kerül elő, mint téma. És hála égnek itt megszűnt a szexualizáció. Ezzel lehet róla tenni, mert férfiként mondhatom, hogy nekünk rengeteg melónk van abban, hogy meggyőzzük magunkat arról, hogy ti ezt így kipislogjátok. Tehát, hogy ilyen nem létezik. Úgyhogy
nyilván a mi tévképzeteinkkel nem is kell, nem is kell foglalkozni, ez így csak így köztünk van, locker room-tól, jó idő. Úgyhogy emiatt aztán tényleg ne aggódjatok. Igen, tehát, hogy Viki nem prűd, de az egész biztos, hogy nőnek lenni az interneten, ez nem a legegyszerűbb dolog. Férfinak lenni, fehér heteroszexuális férfinak lenni mindenhol nagyon-nagyon egyszerű. Tehát, hogy ilyen nem sok hátrányos megkülönböztetés ért az életemben. Valaha. Én tökre elő. Néznék tőled Just Dance vagy Ring Fit streamet egyébként. Aha, én nem fogom csinálni. És az a durva, hogyha megnéznéd, hogyha te csinálnál egy ilyen streamet, mindenki kurva jól szórakozna rajta. És ha én csinálnék egy ilyen streamet, akkor a kis közösségem magja az nagyon jól szórakozna rajta. De hogy van egy olyan réteg, aki viszont... Yep. Nem véletlenül az angolul 3,5 mondatot beszélő orosz kislány, aki napi 8 órát streamel Just Dance-t, az a 3 mondat pedig a Thank you for the tip user. Yes, donations are welcome, és a Follow me on Instagram, it's kinky. Tehát nem véletlen, hogy tehát ezt így mint egy kisajátították. Ja. Na mindegy. Lehet, hogy én vagyok csak túl. Hátrányos megkülönböztetésnek lehet ezt hívni. Igen, hátrányos megkülönböztetés. És tévedés ne essék. Semmi. De semmi bajom nincs azzal, hogyha valaki kirakja a testét és Just Dance streamel. Ó, nekem se, és van olyan, akit nézek is. Van olyan, semmi akire, nem. Ha véletlenül olyanra kattintok, akkor én is megnézem, és arra gondolok, hogy azt a kurva, de jól nézel ki. De... Ez az egyik dolog a sok százból, amit imádok benned. Délután 2, 13 óra 30-kor fogjuk felülni a streamet, és délután 2-kor fogunk rákattintani a play gombra, de még megereztek egy telefont a Sonynak, mert arra nincs szükségem, hogy lekúrják a csatornámat. Szóval, ennyi. Miért? Akkor ér véget egyébként az embargó? Az embargó, a videós embargó, a tesztes embargó, ez már múlt héten, nem. Ez azt a héten, tudom, azt tudom. Nem, múlt héten lejárt. A spoilermentes. A spoilermentes, és most már lehet streamelni. Most már van is, aki streameli? Most nem lehet még senki, aki streameli. Ja, 2-től lehet? Aha. Ja, azért akkor kezditek, aha. That's the earliest. Tényleg lehet most kapni a Ring Fit-et, de valahol meg 30 ezer. Ja, 30k a Ring Fit-re, az egy kicsit sok. Tehát, hogy az inkább írnék Vukásnak egy e-mailt. Mi? Inkább? A GS-re a csodálatos Mazur írta a tesztet. És ha egy ember van a magyar játékújságírásban, akiről, és ezt most nyilván nagy képviség azt mondani, de azt mondanám, hogy jobb Last of Us tesztet tud írni, mint én, az Mazur. Mert Mazur a magyar játékújságírás lassan egyetlen tündöklő csillagja. És Mazur az az ember, akinél a játékokhoz való hozzáértés, a stílus és a nyelv szeretete egy olyan csodában találkozik, amit élmény olvasni, bármiről ír. Úgyhogy Mazur tesztjeit csak javasolni tudom. És írt is róla? Írt. És kint is van? Aha, spoilermentes kint van. Ó, hát csak elolvasom. Én nem olvastam el. Mondtam, a Emmát küldte. Mondtam, hogy azelőtt küldj át nekem a saját írását, mielőtt átment volna a cenzúrán, és küldje el, és én majd, amint végeztem, meg fogom olvasni. Pár óra van hátra. De jó, úgy örülök! Ja, én is! Annyira jó lesz! Nagyon jó lesz! Most szépen békésen megreggelizem, nagyon-nagyon király, hogy csak holnap lesz
a kvíz, mert most már meg van írva, és akkor összetudom ezt rakni, és nem kell. Na most igazából tényleg csak annyi a baj, hogy tök jó lenne a stream elején megcsinálni, viszont azzal az a baj, hogy két setupot kell összeraknom, mert a nappaliban fogom összerakni most a Last of Us streames dolgot, és a másik oldalon meg itt meg össze kéne rakni a kvízeset. És össze lehet igazából, csak biztosabbnak érezném a dolgot, hogyha rendesen össze lenne pakolva az egész, na! Ja, abszolút érthető, jó lesz így szerintem. Igen, végigbírtam spoiler nélkül az egész időszakot, tehát hogy semmit nem láttam. Én az első E3-os trailert láttam a játékból, megnéztem, azt mondtam, hogy ennyi animációt szerintem nem lehet legyártani, de én meg vagyok győzve, úgyhogy köszönöm szépen, nekem többre nincsen szükségem. Úgyhogy én főcímeket sem olvastam, nekem január óta le van tiltva az összes Last of Us hír a Google-ben. Tehát, hogy nem jött szembe semmi, nem tudom, hogy hány trailer jött, nem tudom, hogy mi. Az, amit Twitteren olvastam, annyi. Meg nyilván az embargókkal vagyok tisztában. Most még felhívom Mazurt, hogy van-e valami az embargó listában, amire oda kell figyelnem, mi az, amit nem szabad megmutatni, mert nyilván ugye az embargó lista az úgy működik, vagyis hogy az embargó meg ez a review guide, ezek úgy működnek, hogy van egy 100 oldalas dokumentum, amivel le van írva, hogy a második fejezetben, amikor Ellie meghal, akkor azt még nem mutasd. Tehát, hogy ilyen részletekig van leírva, tehát tesztelni egy játékot, az valójában tönkre teszi neked az élményt, úgy, ahogy van. De akkor most már mindent lehet mutatni. Most már mindent lehet elméletileg mutatni, de ettől függetlenül el fogok intézni két telefont ezzel kapcsolatban, hogy ez teljesen biztos legyen, de én bízom benne, hogy most már mindent lehet. Majd legfeljebb... Jaj, várom. Én is. Nagyon. Ellie meghal a második fejezetben. Jaj, ezt nem tudtátok? Bocsánat. Jaj, ez kimaradt. Mindegy, akkor most már nem kell nézni. Viszont Vikikém, ahhoz, hogy én elkészüljek, ahhoz ezt, az kell, hogy ezt most akár mennyire is... Most annyira... Szóval nem mutatom meg, mert még mindig a... túl hosszú pólót hálóinknek használt ruhadarabomba vagyok, és kb. Félmeztelen vagyok alul. De hogy itt a széken olyan furán ülök, hogy a cica befért mellém, tehát hogy egészen konkrétan az egyszemélyes székben ketten ülünk egymás mellett. De ez a cica bárhova odafér. True. Bárhova odafér, hova akar. És már én is jobban vagyok Sansával. A jobban azt jelenti, hogy... Nagyon megmutatom, várjatok. Csak minden harmadik alkalommal. Befagyott a kamera. Úgyhogy... Nem látszik onnan. Befagyott a kamera pont abban a pillanatban, mint... és ahogy viszont azonnal... ne haragudj, de a Discord profanity szűrője az így kész. Működik. De most legalább ebből lehet egy nagyon jó klipet csinálni. Viki megmutatja. Viki végre megmutatja. Hashtag lábfét is. És már jaj. Ott is vagyunk. Na. Várj, lefotózom! Várj! Miért nem lehetett ezt a streamet elengedni egy szíjával? Életem! Úgy ott ül mellettem a székben! Várj, ott cuki! Fú, Viki, szét vagy fagyva, de teljesen! Tényleg? Aha, most jó. Most jó. Menjünk. Roboviki, megyünk. Drágáim, amit magatokkal kell vinnetek, az az, hogy délután 1 óra 30 perckor fogunk találkozni. Viktor és én és valószínűleg Eli egy kanapén ülve fogja várni azt, hogy a Last of Us embargo lejárjon, és 2-kor rányomunk a play gombra, és addig játszunk, ameddig kedvünk van. Figyelni fogjuk a chatet értelemszerűen, de ez egy ilyen élmény first dolog lesz, úgyhogy erre mindenképpen készüljetek fel.
A másik dolog, amit szeretnék még ilyen, nyilván magam alatt vágva a fát, de azért mindenképp fontosnak tartom megjegyezni, hogyha egy esélyetek is van down the line, 2 hónapra, 3 hónapra, 4 hónapra rá, vagy terveztek PS5-öt venni, akkor ne nézzétek. Akkor ne nézzétek a streamet, hanem játsszátok végig ti, mert úgy lesz az igazi élmény, hogyha ti játszatok. Úgyhogy a backseat a Viktor szabályai szerint, igen. Tehát, hogy most átmegyünk Viktor szabályrendszerbe, bármilyen backseat az timeout. Esetleges spoiler pedig permaban. És a második spoileresnél átmegyünk emote only-ba. És egyébként is sub only-ban fogjuk kezdeni, csak mondom. Oh, nice. Még sose volt bekapcsolva a sub only az én streamemen, de azt hiszem, hogy itt most ezt uh-huh. meg kell lépni. Jaj, szerintem igen, ez korrekt. Főleg úgy, hogy nyilván van az interneten sok olyan ember, aki engem nem szeret, és valószínűleg tudják, hogy ez nekem nagyon fontos, és volt egy leak a játékból, tehát, hogy olyan emberek is tudhatnak dolgokat, akik... Oh. Úgyhogy... Szerintem ez így korrekt. Sub-only-ban veretjük, mert azt hiszem, hogy az a 3-400 ember az tudja, hogy nekem ez mennyit jelent. Na de! Rédeljünk be valakit. Igen! Úgy látom, hogy egy random picit fogunk keresni. Én pedig közben rámegyek és rárakom a wishlistemre a Snowpiercer könyvet. Oh yeah. Browse. Hungarian. Lemegyünk. Még lejjebb. Túlvergődünk a GTA 5 RP-n, a Valoranton, a Fortnite-on, és megérkezünk. Lopott zokni barkácsol. Lopott zokni? Ezt tudom mondani. Hallod, aztán ez a könyv nincs magyarul. Ájmol, nem sikerült, mi az Isten? Mi a fasz csinálta, hogy nem sikerült? Hogy nem sikerült? Jaj, nincs szavazás, gyerekek, hát ez a múltkori szavazás. Euro Truck Simulator! Benzinkút, hogy nem is tudom, valamit majd megállunk. Ja, hogy... De itt megvárunk, csak ott ugye nagyon kanyar volt. Azt sem tudom, hogy mi a francot kell fölvenni, hova? A Euro Truck Simulator, gyerekek, zseniális. Miért nem just chattingel senki a földön egyébként? Dannát hívhatjuk random picinek? Csír, úgy néz ki, felfedezték a sötét anyagot. Jól van, menjünk Dannához. Megvagytok, vagy beférjünk még Csillával. Megyünk Dannához. Azt tudtad, hogy nem szereti, ha Csillának hívják? Jól van. Drágáim, a Luvia very much, délután találkozunk. És Discord. A Discordon még leszek előtte, de ma most már igazából helyezgetés van, meg felkészülés. Luvia very much, Last of Us délután, ha van kedvetek, gyertek, ha játszanátok vele később, akkor ne gyertek. Meg fog várni ez a VOD, higgyétek el, hogy meg fog várni. Az a lényeg, hogy élvezzétek, ahogy gondoljátok. Sziasztok, drágáim! Csok-csok! Sziasztok! My